Ismét közös táncra vártak mindenkit a Királyi játéktéren. Ezúttal Mexikó egyik legkiemelkedőbb táncegyesülete mutatkozott be a belvárosba látogatóknak. Az 1987 óta működő táncformáció célja, hogy ápolja és megőrizze a mexikói hagyományokat. A csapatvezetője elmondta, nagy megtiszteltetésnek érzik, hogy részt vehetnek a királyi napokon. For the music and the dances. A táncunkban azt szeretnénk, az a lényege, hogy mindenki ugyanolyan jól érezze magát benne, mint mi. Szeretnénk élvezni ezt az egészet, szeretnénk ugyanazokat az érzéseket átadni. Az országzászló térről Mexikó énekesei a Mátyás király emlékmű elé vonultak, ahol népdalaikból adtak ízelítőt az érdeklődőknek. Majoros Róbert fontosnak tartja, hogy a többnapos fesztivál idején a város több pontját is megtöltsék énekkel, hangulattal. Fontos ez, hogy van egy hatalmas nagy színpadunk, ami gyönyörű és nagyon jó technikai feltétellel rendelkezik, de nagyon fontos az is, hogy közben a város különböző ilyen apró pontjaink, mint ez az országzászló tér vagy a Mátyás király szobor, egy picit élettel még jobban meg tudjuk tölteni, úgyhogy a térzene az a Mátyás király szobornál, itt pedig ez a gyerekjátszó itt a Patakparton nagyon jól működik. A Nemzetközi Néptánc Fesztivál záró gáláját csütörtökön este tartják a Malom utcai táncházban, azonban továbbra is érdemes lesz ellátogatni a belvárosba, hiszen számos program vár még a fehérváriakra egészen augusztus 20-áig.